A dokumentum és kisjátékfilmek, valamint a filmetüdők időkorlát nélkül nevezhetők. Az ifjúsági kategóriában szabad a téma és a technika választás. Miklós András stúdióvezető szerint idén is változatos és nívós alkotásokat nézhetnek a látogatók. 71 sikeres nevezéssel zártuk le a 19. Göcsei filmszemle nevezési időszakát. Ebből a 71 filmből 7 került ifjúsági kategóriába. Ez egy kis szomorúsággal tölt el minket, mert örülnénk, ha kicsit több lenne a 18 év alatti nevező, de hát ez most így alakult. Ez a 71 film, ez nem egy rossz összeg, vagy nem egy rossz mennyiség. Voltak ennél jobb éveink is, de voltak ennél kevesebbek is. A göcsei filmszemle 2022-ben vált nagykorúvá. Amint az az akkori díjátadón elhangzott, a sereg szemlén vetített művek olyan őszinte emberi példákat és történeteket tárnak elénk, melyebb szélesebb perspektívát és megoldást kínálnak a mindennapi problémákra. Szigeti Éva és Pusztai Bálint zalágersegi alkotók munkáját dokumentálják. Film kategóriában ítélték a legjobbnak akkor. A hat nőnek a történetét meséli el, pontosabban a hat nő a saját történetét meséli el, és abban bízom, és abban bíztunk, amikor készítettük, hogy tanulságokkal szolgál majd másoknak is, mert leginkább az a reményteli vonal, vonul végig a filmen, hogy amit az ember kap a sorsa által, azt fel lehet dolgozni, jól meg lehet oldani, és hogy talán nincsenek tökéletes megoldások, de ki lehet hozni óra. Idén október 7-én a Zolaegerszegi Televízió stúdiójában egész nap vetítik a nyertes filmeket. Ezeket ingyen megtekinthetik az érdeklődők. A legjobbak, akiket egy háromtagú zsűri választ ki, pénzjutalomban is részesülnek.